Június közepéig lehet számítani a lakott településeken elsősorban a dolmányos varjaktól ellenséges, támadó viselkedésre. Ennek kapcsán hívtam fel a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjét, Orbán Zoltánt, aki itt van velem telefonon. Jó napot kívánok, szerbusz, üdvözöllek! Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is! Mire kell gondolni, amikor azt írjátok, hogy ellenséges, támadó viselkedés, és mi áll ennek a hátterében? Igazándiból ez még pontosabb megfogalmazásban ijesztés. Ugye sokkal gyakrabban élünk át ilyen jellegű madártámadást, mint gondolnánk, mert amikor megközelítünk egy fekete rigó fészket, vagy fészket elhagyó, még röpképtelen fiókát, nem is látjuk a madarat, vagy egy cinegéknek a lakott odúját, akkor ugyanúgy ott ugrál körülöttünk a madár, csak mivel kisméretű, azt mondjuk, hogy jaj, milyen aranyosan énekel, csicsereg itt nekünk, holott pedig a bánatba kíván minket, és azért agresszorkodik. Ugye a varjak esetében az a mérettartomány valósul már meg, amit fenyegetőnek érzünk, nem véletlenül, és ugye ezt használják ki, de ez nem az ember ellen irányul, hanem a fióka védelmében. Ebben az időszakban kezdik elhagyni a fiókák a fészket. Ugye nyilván arra törekszik a természet, hogy a fióka már viszonylag jól mozogjon, ne pottyanjon le a földre. Na de hát azért ők ilyenkor nem olimpiai bajnok repülőművészek, hogy finoman fogalmazzak. És óhatatlanul előfordul, hogy a fészekaljból egy fióka levitorlázik a földre, vagy lepottyan. Na most ilyenkor egy szuper érzékeny pár, egy ilyen láthatatlan néhány tíz méter sugarú kört kijelöl a fióka körül, és ami oda bemegy, és nagyobb, mint egy egér, azt megtámadják, elpróbálják elüldözni. Indiában a fiókáját védő madarak, meg Afrikában az elefántnak is neki mennek. Tehát azt is távol tudja tartani egy öklömnyi, mondjuk lile, a nagy, tudom, 6 tonnás afrikai elefánt bikát is el tudja téríteni. Tehát ez egy teljesen természetes viselkedés, csak ugye benne a városban erre nem számítunk, és ezért adjuk ki évek óta ezt a közleményt, hogy tudjunk róla, hogy ilyenkor miről van szó. Illetve van ennek egy sokkal szomorúbb, teljesen természetellenes vonatkozása is. Könyörgünk az embereknek, hogy egyrészt, hogy ne szedjék össze teljesen feleslegesen madárfiókákat, mert azok nem árvák, másrészt pedig varjúféle fiókát nevelni otthon szigorúan tilosnak kellene lenni, egyébként az is. Mert hogy amikor növekszik fel egy bármilyen állatkölyök, és az érvényes az ember gyerekekre is, ugye rájönnek arra, különösen nagyon pici korban, hogy minél hangosabban, erőszakosabban követelik az ételt, annál gyorsabban megkapják. Na most, amikor kamaszodik egy varjúfióka, tehát már tud repülni, akkor rászáll az ember fejére, vállára, és egy centiről üvölt bele a szemünkbe, fülünkbe, néha oda is koppint a fejünkre, és amikor már teljesen kifejlődött, tehát röpképessé vált, akkor nem lehet együtt élni egy varjúval. Tehát szétszedi a lakást, veri a családtagok, fiatalabb, kisebb tagjait, kutyát, macskát, gyereket, stb. És azért ezeket a varjúféle fiókákat ilyenkor vagy elengedik, vagy megszöknek. És mivel megtanulta, hogy az ember érdemes terrorizálni, meg kaját kap tőle, ugyanezzel a hozzáállással fog viszonyulni a járókelőkhöz, és képzeljük azt a helyzetet, hogy valaki intézi az ügyeit, és egyszer csak a semmiből ott terem egy varjú, rászáll a fejére, vállára, és mondjuk nagyokat oda is csap a fejére. Hát persze, hogy megijed. Önmagában nem ez a veszélyforrás, hanem az, hogy valaki megijed, elesik, kiszad az útra, és esetleg halálos balesetet szenved. Tehát ez egy konkrét helyzet. Budapesten az elmúlt években volt ilyenre példa, és a másik vonatkozása utóbbinak, hogy szuperintelligens madarakról van szó. Tehát a mai tudásunk szerint némelyik intelligencia típusok terén a varjúfélék a 4-6 éves gyerekének megfelelő, tehát emberi intelligenciával rendelkeznek. Hajlamosak unatkozni. És mit csinál egy ilyen madár? Volt már rá példa, rájön arra, hogy unalmába tök király dolog kergetni az embereket, mert milyen buli, amikor sikoltozva menekülnek, lehet velük fogócskázni. És ezt egymástól is eltanulhatják. És ez már nem vicc. Tehát ez nagyon komoly veszélyforrás jelent. És sajnos divatot teremt az ilyen ostobaságoknak is a közösségi média.
nem régen hozzánk is jött olyan közönségszolgálatos, amikor valaki szeretne varjúfélét tartani. Ugye ezt említettem, hogy ez önsorsrontó közveszély okozással jár, és ráadásul tilos is, mert hogy a védett madarakat nyilván nem lehet tartani, védett varjúféléket, tehát holló, csóka, vetési varjú. A gyéríthető, lőhető fajokat, szarka, szajkó, dolmányos varjú, pedig éppen azért, mivel lőhető fajokról van szó, ezért a vadászati hatóság hatókörébe tartoznak, ő adhat ki engedélyt, de nem fognak kiadni, mert éppen a fenti okok miatt. Mit kell tennünk, ha fenyegetően repül felénk egy varjú? Akár azért, mert mondtad, hogy játszani akar, vagy kergetőzni, vagy akár azért, mert a közelben lévő leesett fiókáját, vagy repülni tanuló fiókáját akarja óvni? Ugyanazt kell tenni, mint amikor kutyatámadás ér bennünk, remélem nagyon keveseknek volt ilyenben része. Ott is általában azért szerencsére az esetek túlnyomó többségében egy ilyen ijesztgetésről van szó. Tehát az egész állatvilág egy ilyen nagy átverésre épül. Az állatok nem akarnak verekedni, nem akarnak harcolni, mert megsérülhetnek. Tehát Dávid Góliát ellen az itt is működik. Akármilyen kicsi az ellenfelem, mozdulhatok rosszat, lehet neki is egy szerencsés támadása, megsérülhetek, és a sérülésbe bele is pusztatok. Tehát ezért az állatvilágban inkább vizuális és hangjelzésekkel megpróbálják félelmetesebbnek beállítani magukat. Ugye amikor védi a fiókáját, vagy szemtelenkedik egy varjú fióka, akkor megpróbál minket terrorral átverni. Erre terrorral kell válaszolni, forduljunk meg. Szerencsére a testünk tudja, hogy mit kell csinálni. Ne fussunk el, ne fordítsunk neki hátat. Forduljunk szembe, kiabáljunk rá, hadonásszunk a kezünkkel, mindig tartsuk szemmel, mindig lássuk, hogy hol van. Ugye jön a meleg, általánosan van rajtunk kalap, sapka, hátizsák, szatyor, a hölgyeknél olyan táskákat visznek, sokszor látom, hogy egy közepes méretű borjút nagyon lehetne vele csapni. Ezeket nyugodtan használjuk. Volt már, megkérdezték, nem sajnálom a madarat? Hát most akkor döntsük el, hogy magunkat védjük, vagy a madarat sajnáljuk. Egyébként nem fogunk tudni benne semmiféle kárt tenni, és így tudni fogja a madár, hogy oké, észrevettünk, jól meg is ijedtünk, de akkor most már így gyakorlatilag elég. Egyébként ez a fióka féltés, ez ahhoz képest, hogy mennyien vagyunk a városokba, és mennyi varjú él körülöttünk, ez nagyon-nagyon ritka esetnek számít, csak nagyon nagy média hetz kerekedhet. E körül néhány év volt egy énekes hölgyet ijesztgetett így a varjú, és akkor nekem még talán tévébe is kellett mennem szakérteni ezzel kapcsolatban. Tehát jó, hogyha tudunk, és ne legyünk áldozatok. Nyilván ennek van egy olyan vonatkozása is, hogy engem felnőtt emberként hihetetlen módon megrémít, amikor azt látom, hogy főleg a fiatalok a világukról nem tudva fülessel a fülükbe közlekednek, ne adj Isten, rollereznek, kerékpároznak. Így ugye semmi fogalmuk nincs, hogy körülöttük mi zajlik, így biztos, hogy ők lesznek az első áldozatok, hogyha egy ilyen varjú ijesztgetéses eset történik. Ugye nagyon érdekes ennek a dinamikája, amikor a fiókáját félti egy madárpár, tehát természetes módon viselkedik, akkor szinte mindig a legnagyobb termetű, legerősebb, legveszélyesebbnek vélhető emberpéldányokat támadja meg, inkább a férfiakat. Amikor pedig ez a második természetellenes gazemberkedő viselkedésről van szó, tehát szándékosan piszkálja, ijeszgeti az embereket, olyankor meg általában a védteleneket pécézi ki magának, tehát például hátulról támadja a kerékpárúton kerékpározókat, illetve öregeket és gyerekeket támad. Tehát ez a fajta különbség is megvan. Már egyébként a célcsoportból lehet sejteni, hogy melyik esetről van szó. Tehát egy szó, mint száz, tényleg könyörögve kérek mindenkit, ne neveljünk otthon semmilyen madárfiókát, mert nem jó a fiókának, felesleges és szükségtelen, varjúfélék esetében pedig ez kimondottan tilosnak tekintendő. És akkor most itt térjünk rá, ha már említetted a fiókákat, hogy haza se vigyük a kiesett madárfiókát. Ez az időszak, amikor elkezdenek kirepülni a fészekből, leeshetnek, stb. Mit kell tennünk, mi a helyes út, ha segíteni szeretnénk bármiben is? Tehát kezdjük az elején. 100 madárfióka találkozásból szerintem maximum 2, vagy még ennyi se, amikor kiesik a fióka a fészekből, mert hogy miért esnek ki?
Tehát a fiókának az a dolga, a tojásnak, hogy gubbasszon a fészekben. Ugyanúgy, mint az ember csecsemők sem pattognak ki a rácsos ágyból. Nagyon ritkán előfordulnak ilyen. Tehát ilyen való fészek kiesés az szeles idő alatt vagy után fordulhat elő, illetve esőben. Ugye megdőlnek a széltől, a csapadéktól az ágak, kiborulhatnak, leszakadhat a fészek. Balesetek is előfordulhatnak. Tehát általában, amikor találkozunk egy madárfiókával, az tollas, nézeget, csipog, szalad, ezek nem árvák, és nem estek ki a fészekből, ezek még jóval örök képesség elérés előtt akár kiugrálnak a fészekből, és szétszólnak a környéken, és a szülőket a hangjukkal oda hívják magukhoz, és akkor szépen etetik. Tehát ilyenkor kezdődik el nekik a nem tudom én, a pelenkás korszak után, a bölcsi, óvoda, általános iskola, középiskola, és még sorolhatnám. Tehát mint egy fekete rigó fiók, amikor elhagyja a fészket, akkor még 2 hétig nevelgetik a szülők, és ez alatt kijárja a bölcsődétől az egyetemig, a doktori képzésig, és még egy nagyon durva szilkommandós képzést is kap a szülőktől, hogy esélye legyen túlélni, és ilyen szülői felkészítéssel a fiókák 70-90%-a mindenképpen el fog pusztulni. Tehát ez a természetrendje. Ezért van egy fekete rigópárnak most napjainkban már akár 3x4-5, tehát mondjuk 12-15 fiókája egy évben. De mindenképpen el fog pusztulni. Tehát amit találunk fiókát nem árva, nem kell megmenteni. Mit lehet tenni, hogyha... Ugye ez rutintalan, hát fogalma sincs, hogy mit csinál. Neki bujkálnia kellene, nagyon gyakran sajnos a közterületeken nincsenek is ilyen jellegű, tehát jó búvóhelyek, bokrok vagy kaszálatlan gyepfoltok. Mindegy, látunk egy ilyen fiókát, tegyük el a közeli bokor alá, árnyékba, rejtettebb helyre, hogy, és menjünk tovább, ne vigyük haza, nyugodtan fogjuk meg, a szagát nem fogja érezni a szülő, mert a madaraink alapvetően nem szagolnak, és menjünk tovább. Az nem indok, hogy mert meg fogja enni a macska. Igen, az a dolga a macskának, hogy megegye a madárfiókát is, meg minden egyebet. A madárfiókának, illetve a madár szülőpárnak pedig az a dolga, hogy ezt megoldja, hogy ez ne történjen meg. De az, hogyha mi azzal a hozzáállással állunk a világhoz, hogy minden madarat meg kell menteni, ez rendkívül rossz. És akkor itt visszautalnék az elejére. Elég gyakran fordul elő olyan, hogy látunk egy hát lehet, hogy még él, de akár egy elpusztult madárfiókát, egy csupasz, alig-alig tollas fiókát a földön. Nagyon gyakran maguk a szülők dobják ki a fészekből. Éppen azért, mert például nem megfelelő válaszokat ad, tehát látszik rajta, hogy vagy sérült a tojásban a kikerés közben, vagy valamilyen betegsége van, parazitált, genetikai rendellenességgel jött világra, tehát alkalmatlan az életre. Most, hogyha mi ezt elkezdjük hazavinni, ugye nagyon gyakran kérdezik, hogy találtak tojást, mit csinálják? Semmi. A tojás az egy fogyóeszköz. Tehát, hogyha egy tojásos fészekalj leszakad, akkor a madarak nem állnak neki búslakodni éveken keresztül, hanem gyakorlatilag órák múlva a tojó vagy a pár nekiáll fészket építeni, egy fészket megépítenek akár 3 nap alatt is, ezek a kis testű énekes madarak, naponta a tojó rak bele egy tojást, tehát gyakorlatilag másfél hét múlva egy 5 tojásos fészekalj pótlása megtörténik. Tehát nem szabad ezt ilyen világvégeként felfogni. A körülöttünk élő madarak, vadállatok élik az életüket, egymás mellett élünk, de az az ő életük, nekünk nem kellene ebbe beleavatkozni, mert aztán, ha én felnevelek otthon egy madárfiókát, és nem nézek utána, hogy hogy is kell csinálni, akkor már eleve hiánybetegségekkel fog felnevelkedni, de nem is ez a lényeg. A legjobb minőségű kajával felnevelek egy fiókát, és elengedem. Annak a fiókának a túlélési esélye mondjuk az ivarérésig, a következő évig egy énekes madárnál közel nulla. Mert én nem tudtam megtanítani arra azt a madárfiókát, hogy kell elkerülni a ragadozókat, hogy kell elbújni, hogy kell éjszakázni, hogy kell letisztítani a csört, és még sorolhatnám. Ugye említettem, hogy a fészket elhagyó fiókát, mondjuk egy fekete rigó esetében, mondjuk 10-14 napon keresztül tanítgatják mindenre. Ezt én nem tudom neki megadni. Tehát ez semmi másról nem szól, mint hogy megnyugtassam a saját lelkiismeretemet, és rosszat tegyek, mert ebben az esetben is igaz, vagy fokozottan igaz, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve.
Nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat Orbán Zoltánnak, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjének, és itt hívnám fel a hallgatók figyelmét, hogy érdemes az Egyesület honlapjára ellátogatni, mert zajlik a gólyales, méghozzá mobiltelefonos applikáció segítségével lehet segíteni, illetve a fülemülék éjszakája rendezvényekre is el lehet látogatni országszerte. Nagyon szépen köszönöm, Zoli, szép hétvégét kívánok! Én is köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom!